Milyen következményekkel járhat az ukrán behatolás Oroszországba? Mennyire van veszélyben a kurszki atomerőmű biztonsága? Valóban el lehet képzelni, hogy Washington nem tudott erről az ukrán műveletről? Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre keresjük a választ. Üdvözlöm Önöket, Ján Kászpár vagyok, ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Vukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lássuk, mi történik épp a zaporozsiai atomerőmű körül. Kigyulladt a zaporizsiai atomerőmű, miután vasárnap ukrán támadás érte a közeli energotárvárosát. Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő ugyanakkor orosz szabotásról beszél. A tűz az erőmű hűtőrendszereit érintette, ezért mind a hat reaktort elővigyázatosságból a hideg leállás állapotába helyezték, jelentette a térség orosz kormányzója, hozzátéve, hogy nem fenyeget gőzrobbanás vagy más következmény. A legfrissebb jelentés szerint a zaporizsiai atomerőmű hűtőtornya belülről éget ki, a tüzet azóta eloltott. Erről az erőmű szóvivője Jevgenyi Jaszina számolt be, hozzátéve, hogy nem fenyeget összeomlás veszélye. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy az eddigi információk alapján a keletkezett tűz a létesítmény nukleáris biztonságára nem volt hatással. Háború kitörése óta nagy téma az zaporizsiai atomerőmű. Ez egy újabb incidens, vagy hát incidens. Nem tudjuk, mi történt pontosan, és mi a helyzet. Hát a szokásos, hogy mind a két fél a másikat hibáztatja az elkövetett akciókért. Az elmúlt időszakban láthatunk ilyen jellegű incidenseket. Azt tudjuk, hogy az ukránok több alkalommal próbáltak kísérletet tenni annak arra, hogy visszaszerezzék az atomerőművet, tehát partaszállási kísérletük is volt, több alkalommal megpróbáltak bejutni az atomerőművel, ezek nem vezettek eredményre. Most jelen pillanatban ugye az ukránok azt állítják, hogy gumi gépjármű gumiabroncsokat halmoztak fel az oroszok az egyik hűtőtoronynak a belsejében, hogy elhitessék, és ezeket meggyűjtve elhitessék, hogy ők támadást indítottak az erőmű ellen. Ennek azért ellentmond magának a NAU-nek a biztosainak, a helyszínen lévő biztosainak a beszámolója, akik robbanásokat hallottak, és ennek a következtében látták a füstöt felszállni. Vagyis azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel az ukrán változat az nem nagyon valóságos. Nagy kérdés, hogy valójában pontosan mi történt. És még egy fontos kérdés kell, hogy amellett, hogy ugye Kurszki régióban zajlik egy művelet, nagyon sokan azt mondják, hogy több területen is az ukránok még utolsó nagy támadást indíthatnak, akár orosz területek ellen is, de az egyik fontos irány maga a zaporizsiai atomerőműnek az iránya lehet, tehát hogy ez is egy fontos szerepet játszhat majd az elkövetkező hetek vagy hónapoknak az eseményeiben, addig, amíg az amerikai elnökválasztás meg nem történik. Igen, tehát az, hogy mi történt pontosan, sajnos nem tudjuk, de talán még izgalmasabb kérdés az, hogy miért most épp ezekben a napokban, hogy hogyan illeszkedik ez az orosz meg a nyugati narratívában, miért történik ez a napokban. Igazából itt, hogy említésre került már, a háború kezdete óta folyamatosan vannak atrocitások, főleg a Donbasszi régió környékén, ez az atomerőmű kapcsán történt incidens is ebbe a sorozatba illeszkedik bele. Az atomerőmű környékén már számtalanszor figyelhettünk meg különböző incidenseket, ugyanaz történt, mint eddig, az ukrán fél az orosz fél az ukránt vádolja, hogy elkezdte lőni az atomerőműt, és ez nyilván biztonsági, energetikai, meg egészségügyi biztonsági kockázatot is rejthet magában. Ki tudja, hogy milyen fajta atrocitás történt pontosan, és hogy ez okoz-e szivárgás. A NAU szerint egyébként ettől nem kell tartani. Hogy miért most? Azt egyébként hivatalosan a Fehérház se tudja, hogy a kurszki hadművelet az miért most indult meg, és érdekes egybeesés, szerintem nem is véletlen, hogy most történt az a zaporizsiai atomerőmű kapcsán még egy ilyen incidens, és ezzel egy időben a kurszki hadművelet is
zajlik és halad előre. Kérdés, hogy a Kurszki atomerőműnél, ha az ukránok elérik, és ott is kiújulnak a harcok, ott bekövetkezik-e ilyen Zaporizsjához hasonló incidens, de én azt gondolom, hogy a véletlen egybeesés nem véletlen. Nem véletlen. Na, akkor beszéljünk a Kurszki behatolásról, vagy támadásról, nem tudom, hogy kéne ezt nevezni, és erről szól a következő témánk. Lenyomulása miatt felszállítják a munkásokat a Kurszki atomerőmű két új atomreaktorának építkezéséről. Az építő munkások számát átmenetileg csökkentik, jelentette be a Rosszatom orosz állami atomipari koncern leányvállalata. A többi szakmunkás a tervek szerint folytatja munkáját. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetett az atomerőművet fenyegető potenciális veszélyekre. Rafael Grossi főigazgató felszólította mindkét felet, hogy tartsák be a nukleáris biztonságra vonatkozó szabályokat a konfliktusövezetekben. A NAU vezetője kapcsolatban áll az Orosz Föderációval és Ukrajnával, és maximális önmérsékletre szólított fel a nukleáris baleset elkerülése érdekében. Szerda óta az Orosz Nemzeti Gárda fokozta az atomerőmű védelmét Kurcsatov városában, amely mintegy 60 kilométerre van a határtól. Csütörtökön az atomerőmű területén, többek között a radioaktív hulladékfeldolgozó komplexum területén lezuhant rakéták darabjait és szilánkjait találták. Pénteken egy transzformátor alállomás kiesett a forgalomból, így az erőműhöz legközelebb eső Kurcsatov város áram nélkül maradt. A lezredes úr hogyan látja a helyzetet? Az ukránoknak sikerült betörniük Oroszországba, egy eléggé meglepő módszert használtak. A hírek szerint az oroszok eleve nagyobb erőket állomásoztak ezen a területen, mivel hogy betörni szerettek volna Ukrajnába ebből az irányból, viszont ezeket a csapatokat messze határtól távolabb állomásozták és gyülekeztették, annak érdekében az ukrán rakétacsapatoknak a hatótávolságán kívül tudjanak maradni. És közben a határ mentén pedig azokat a műszaki akadályrendszereket, amelyeket korábban telepítettek, azokat elkezdték felszámolni pont annak érdekében, hogy keresztül tudjanak rajtuk vonulni. Ugye ezért is van, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy teljesen jogosan támadnak az ukrán, hiszen erről a területről orosz támadás várható volt, és ezt akarták megakadályozni az ukrán erők. Na most az ukránok körülbelül egy 3-5 dandárnyi erőt préseltek bele ebbe a résbe. Ezek nem teljesen épp dandárok, mert ezek korábban, ugye a Donbaszi fronton már folyamatosan harcoltak, voltak itt egy-két nappal az események előtt vontak ki a Donbaszi területről, tehát ezek körülbelül 60-70-80%-os feltöltöttséggel rendelkeznek, és ezek hajtották végre ezeket a műveleteket a Lándzsának a hegyén, amúgy például grúzok tartózkodtak, tehát őt lépték át először a területet, és sokan mondják, ugye az Economist-nak a beszámolójában is, hogy a sebesültek között például angol meg lengyel önkénteseket kérdeztek meg, és ők számoltak be arról, hogy milyen események is zajlottak. Döntő részében az ellenállási gózpontokat megkerülve nagy sebességgel az autópályákra felülve megpróbáltak minél mélyebben bejutni. Nagyon sokan állítják azt, hogy amúgy különben a Kurszki atomerőmű volt a fő cél, amit megpróbáltak valamilyen úton módon elérni. Állítólag a foglyok között találtak olyan embereket is, akik energiatechnikával foglalkozó szakemberek is korábban atomerőművekben dolgoztak, tehát az is elképzelhető, hogy megpróbálták volna átvenni a Kurszki atomerőműnek az irányítását, de valójában pont ugyanazokat a módszereket követték el, amit az oroszok annak idején a megszállásnak az első heteiben, amikor láthattuk ilyen hosszan elnyúló oszlopok indulnak meg például Kijev irányába, a területek nem kerülnek igazából ellenőrzés alá, és ez pedig azt is okozza, hogy attól a pillanattól fogva, amikor komolyabb orosz erők megérkeztek ezekbe a térségekbe, ezeket a nagy kinyúlásokat, ezeket előre nyúlt erőket, ezeket nagyon gyorsan fel tudták számolni, és most jelen pillanatban ott tart a helyzet, hogy például Szudzsa városa is egyfajta szürke területté vált, amit korábban
az ukránok elég magabiztosan tartottak a kezükben, és több helyről visszavágták, visszanyesték ezeket a helyzeteket. Most jelen pillanatban azt látszik, hogy bár az egyik feladat az is lehetett, hogy valami fajta erőket vonjanak el a Donbaszban harcoló orosz erőkből, úgy tűnik, hogy az oroszok körülbelül csak a 20%-a az odavont erőknek az, amelyik a Donbaszból érkezett, a többit azt egyéb tartalékokból vonták be ebbe a térségbe, és bár sokan azt mondják, hogy talán egy évbe is kerülhet, míg az ukránokat onnan kiveszik, az biztos, hogy nem lesz egyszerű. Aki még emlékszik rá, amikor az orosz szélsőségesek törtek be Ukrajna irányából, az is 2 hétig tartott, tehát körülbelül 3 nap alatt megoldották, úgymond az orosz erők a feladatot, de a területnek a teljes megtisztítása több mint 2 hétbe tartott, és most is az, hogy igazából lássuk, hogy vannak-e még maradék tartalékai, amit az ukránok hajlandók esetleg egy második lökés kapcsán ebbe a területbe beönteni, az még mindig eldöntheti, hogy vajon merre felé tart tovább ez a dolog. Most úgy tűnik, hogy az orosz erők elkezdtek egy újabb területet nyerni, tehát visszaszorítani őket, és ugye itt a sebességekről beszél minden nyugati újság, hogy milyen lassan haladtak az oroszok, és milyen gyorsan haladtak az ukránok. Ne felejtsük el, hogy az oroszok olyan területen kellett, hogy haladjanak, ahol éveken keresztül erődített építményeken és kiépített védelmen kell haladni, itt meg döntő részében, amúgy fegyvertelen falvakon, tehát teljesen üres falvakon keresztül haladtak tovább, és úgy működik, hogy egy napon belül úgy, jó, beássuk magunkat, amennyire lehet, de egy napon belül nem lehet úgy beásni, vagy 2 napon, vagy 3 napon belül nem lehet magunkat úgy beásni, és úgy erődíteni egy adott területet, hogy utána az bármilyen támadásnak ellen tudjon állni. Ejtsünk pár szót a Kurszki atomerőművel. Mekkora szerepet tölt be ez a létesítmény a térségben? A energiatermelésről beszélünk, vagy exportról? Ha megnézzük a korábbi évek statisztikáit, akkor azt láthatjuk, hogy a Kurszki régióban és úgy Oroszországban is ez egy ütőér az energiaellátás tekintetében. De én itt átvezetnék egy kicsit a szudzsai területre, mint ami érinti Európát is, és a közép- és kelet-európai régiót még inkább, mivel azt láthatjuk, hogy múlt héten például az volt az egyik legnagyobb hír, hogy éves csúcsra emelkedett a földgáz ára, pont az ukrán incidens miatt, és ugye ennek mi volt az oka? Ez az egyetlen, a szudzsai terület az utolsó, amin keresztül Oroszországból Ukrajnán át Európába érkezik orosz gáz, és az ukrán incidens miatt nyilván felemelkedtek a gázárak éves csúcsra megavattóránként, és ez Európában is egyébként keltett feszültséget, annak ellenére, hogy a németek és a britek is pozitívan nyilatkoztak az ukrán incidenssel kapcsolatban, és ugye Moszkvától nem messze található a Kurszki atomerőmű, szóval Moszkva számára is azért egy kulcsfontosságú történet, hogy mi lesz az atomerőmű sorsa, és hogy ne érje olyan módú támadás innen vagy onnan, mint az a zaporozsiai atomerőműnél. Szóval azt gondolom, hogy erre különösen oda fog figyelni mindkét fél a következő napokban. Jó, és akkor az elemzők nagyon megosztottak ezzel kapcsolatban, tehát mindenki másképp látja ennek az ukrán támadásnak a jelentőségét. Beszéljünk erről most. Egy évbe is beletelhet a Kurszk régió visszafoglalása. Az orosz csapatok olyan sebességgel mozognak, mint máshol, írja The Washington Post. Szergej Markó, orosz politológus ugyanezt jósolta. Szerinte annak ellenére, hogy Oroszország jelentős légierővel rendelkezik, Moszkva közelmúltbeli hadműveletei Harkovban és a Donbászban megmutatták, hogy rendkívül nehéz területeket elfoglalni. Andrej Gurulev, állami duma helyettes azt is mondta, hogy nem lehet gyorsan kiutasítani az ukrán fegyveres erőket. Az ukrán fegyveres erők nem vetette be az összes tartalékát, és továbbra is a határhoz közeli hátországban, a Szumi és a Harkovi régióban halmozza fel azokat. Lehetséges, hogy a Kurszki határvidéken folyó hadművelet egy elterelő manőver, és része Kijev nagyobb tervének, amelynek célja lehet a belgorodi területre vagy a Kurszki területre való áttörési kísérlet Luhó irányából. Nagy-Britannia közben arra figyelmezteti az ukrán katonai vezetést, hogy a Kurszki térségben bekövetkező kudarc esetén az ukrán csapatokat kézzelfogható eredmények nélkül súlyos veszteségekkel szorítják vissza az orosz területről, és az oroszok tovább haladnak előre, akkor Ukrajna legfelsőbb katonai vezetése olyan helyzetbe kerül, mint aki hatalmasat veszített egy hazárdjátékon.
Volodymyr Zelenszky szombaton ismerte el, hogy az ukrán erők harcolnak az orosz Kurszk régióban, és kijelentette, hogy a művelet része volt Kijev azon törekvésének, hogy helyreállítsa az igazságszolgáltatást Oroszország 2022-es inváziója után. Ukrajna elnöke korábban hallgatott a bevonulásról. Beszédében elmondta, hogy megvitatta a hadműveletet Alekszandr Szirkij ukrán főparancsnokkal, és tetteinket, valamint a háborút az agresszor területére tolta. Tegyük hozzá, hogy ma hajnalban Moszkva külvárosában, vagy környékén voltak dróntámadások. Hát úgy tűnik, hogy mindenütt most fokozódik a feszültség. A lezredes úr hogyan látja a helyzetet? Ugye, ha emlékszünk rá, hogy egy hónappal ezelőtt a magyar miniszterelnök elmondta, hogy inkább a feszültség, tehát a fokozódása, a problémának a fokozódása várható, és nem úgy tűnik, hogy bármelyik fél azon gondolkodna, hogy merre felé léphetne tovább. Ugye akkor a magyar miniszterelnök egy levelet küldött az európai politika képviselőinek, hogy milyen eredményre jutott mind az ukrán féllel, mind pedig a orosz féllel való tárgyalások kapcsán, és arra a megállapításra jutottak, hogy mind a két fél úgy gondolja a másikról, hogy az idő neki dolgozik. Tehát, hogyha minél tovább kitartanak az ukránok úgy gondolják, hogy egy idő után valami történik az orosz társadalmon belül, és őket kedvező pozícióba fogja hozni, még az oroszok pedig abban bíznak, hogy ők biztosak abban, hogy minél tovább tart a háború, annál biztosabban merül ki majd Ukrajna, és a nyugati támogatás annál biztosabban fog majd elapadni. Most a támadás nem volt annyira meglepő. Budanovtól, Zelenszkijtől, a hadsereg parancsnokaitól már korábban is hallani lehetett arról, hogy mindenképpen Oroszország területére kell vinni a háborút, és ha emlékszünk rá, az elmúlt hónapokban rengeteg ukrán megnyilvánulás volt ezzel kapcsolatban. Az, hogy a Kurszki régió ebből a szempontból fontos lehet, az is legalább három ilyen elemzésben megjelent, és maga például Budanov tábornok is elmondta, hogy például a Kurszki régió is ez alá a terület elé esik, tehát nem véletlenszerűen történt meg ez. Egy nagyon jól kiválasztották, időben pontosan átnézték, a pontos felderítési adataik voltak arról, hogy milyen mennyiségű orosz erő tartózkodik ebben a térségben, és a lehető legpontosabb időpontot választották meg a támadás kivitelezése céljából. Az ukrán behatolás következtetében Fehér Oroszországban is aggodalmakat váltott ki a helyzet, ugye egyre több belarusz csapat gyülekezik az ukrán határnál. Mit lehet erről tudni? Igen, ez abból a szempontból nem meglepő, hogy Fehér Oroszország azért Moszkva hagyományos szövetségesének tekinthető, szóval a háború kezdete óta azért különböző mozgolódások voltak ezen az említett határon, szóval én azt gondolom, hogy ha a lengyeleket megnézzük, ők ebből a szempontból nem reagáltak olyan hevesen, szóval olyan nagy problémáról szerintem a jelen esetben nem lehet beszélni. Azt láthatjuk, hogy Fehér Oroszország mindenképpen reagálni akart a Kurszki akcióra valamiféle módon, és ezt a szokásos módon tette meg, bizonyos méretű csapatokat mozgosított a K-ból B-be a közös határon, ennyiről van szó egyelőre. Egyről van szó, biztos? A nemrégiben ugye a Minszki vezetés bejelentette, hogy majdnem 10 darab drón támadást észleltek Ukrajna irányából, tehát hogyha mintha az ukrán erők eszkalációra törekedtek volna Fehér Oroszországon belül is, és hogy miután lelőtték ezeket a drónokat, úgy érzik, hogy ez az eszkaláció tovább növekedhet, ennek érdekében telepítik a csapatokat, kezdik például a harckocsikat, harcjárműveket a határ mentén telepíteni. Azért nagyjából tudjuk, hogy körülbelül 18-20-szor nagyobb az ukrán hadsereg, mint a Fehér Orosz. Tehát a harci erő tekintetében összehasonlíthatatlan a kettőnek a dolga az, hogyha egy-két dandár közelebb települ a határhoz, az a fehér-orosz nyugalmat az lehet, hogy valamilyen szinten erősíti, de kevésbé veszélyezteti mondjuk annak a lehetőségét, hogy mondjuk Fehér-Oroszország irányából mondjuk a fehér-orosz haderő belépne ebbe a konfliktusba, de tény is való, hogy bármilyen katonai mozgás, arra a túloldalon valamilyen szinten reagálni kell, valamilyen
szintű erőket majd el fog tudni vonni. És vannak szereplők, akik azt mondják, hogy ha Ukrajna igazából ki akarja élezni a háborúnak ezt a szakaszát, ugye itt sokan beszéltek arról, hogy 24-ig igazából leállnak a nagy műveletek, aki emlékszik a Kijev vezetésnek a kijelentésére, azt mondták, hogy majd utána már ilyen tárgyalási szakaszba lép majd a háború. Ők arról beszélnek, hogy nem csak Oroszország és a Kurszki terület, hanem Oroszország egyéb területei ellen is indulhat még támadás. A Zaporizsia irányról is beszéltek, hogy esetleg ott is. Az, hogy Fehér Oroszországgal kapcsolatban szintén történt esemény, és ami nem meglepő, hogy a Nyeszter menti köztársaság irányába is úgy gondolják, hogy előfordulhat még, hogy az ukránok esetleg ott is lépéseket tesznek majd, annak érdekében, hogy minél jobban bevonják a háborúba a NATO-t vagy az Egyesült Államok. És a Fekete-tengeren is zajlanak az események, legalábbis az ukránok szerint, akik azt jelentették be, hogy megtámadták egy gázplatformot, ha jól tudom, itt az oroszok régebben használtak. Mit lehet pontosan tudni erről az esetről, és milyen jelentősége van? Érdemes keretbe helyezni ezeket az eseményeket. Ugye a Fekete-tengeri hadszíntér alapvetően különbözik a szárazföldi és a légi hadviseléstől. Abból a szempontból is a háború tekintetében, hogy az ukránok azért jelentős sikereket értek el a Fekete-tengeren korábban is, és ennek a következő lépését láthatjuk abban, amit te is említettél. És itt érdekes egyébként, hogy Oroszország és Ukrajna tekintetében nagyjából azonos erőket különböztethettünk meg a tengeri hadszíntéren, szemben egyébként a légi és a szárazföldi hadszíntéren, ahol az oroszok javára billen a mérleg nyelve. Viszont önmagában a tengeri hadszíntéren azt gondolom, hogy nem lehet eldönteni a konfliktus kimenetelét, úgyhogy Ukrajna önmagában ezzel sokra nem tud menni a tengeri hadszíntéren. Összességében a szárazföldi hadműveleteknek azt gondolom nagyobb jelentősége van. Alezeres úr, mi a véleménye? Röviden, mert már csak néhány perc alatt született. Ugye sok mindenki mondta, hogy PR fogás, esetleg a Kurszki támadás, vagy az összes azóta bekövetkezett esemény, hogy kicsit elvonta a figyelmet itt a közel-keleti történések, vagy a japán piacnak a történései elvonták a figyelmet Ukrajnáról. Egy valami biztos, és hogy mennyire harcászatilag mennyire, vagy hadműveletelméletileg mennyire célszerű mindaz, amit éppen végrehajtanak. Nagy valószínűséggel ezt kicsit más irányból kell tekinteni. A kijevi vezetés az túlélésre játszik. Nekik az, hogyha néhány héttel, néhány hónappal is meg tudnak valami, tehát a saját létüket meg tudják hosszabbítani, az egy nagyon fontos esemény, ezért hajlandók nagyon komoly áldozatokat hozni, és abban reménykednek, hogy aki időt nyer, az valamilyen szinten életet tud nyerni, és esetleg másképpen fordulnak az alatt a hónapok alatt, másképpen alakulnak majd a világ dolgai. Most bevállaltak ilyen jellegű eseményeket, akár a Fekete-tengeren, akár látjuk a atom örömök elleni támadások kapcsán, vagy pedig a Kurszki művelet kapcsán, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ez alatt az időszak alatt a Donbasszi hadszíntéren megmaradt az eredeti helyzet, az orosz csapatok továbbra is folyamatosan haladnak előre, és nem véletlen a briteknek, vagy a németeknek is a visszajelzése, ugye amerikai szakértő is ugyanezt mondta, Kurszki hazárdjáték. Tehát, hogy ez bejöhet, ebből lehet egy nagy eredmény, de ennek lehet, hogy a végén egy nagy hiba lesz az eredménye, és a hadművészetben van egy fontos alapelv, hogy ha az ellenfél elkövet egy hibát, akkor azt hagyni kell, hogy tovább csinálja. Tehát nem kell rákényszeríteni arra, hogy azt a hibát valamilyen úton, módon feladja. Most egy nagy kérdés, hogy a elkövetkező napokban ki fog derülni, hogy ez az ukrán műveletek ezek egy komoly hibának számítanak-e, vagy pedig eredményt lehet belőle elérni. Egy biztos, hogy az oroszok, hogyha úgy látják, hogy ez egy komoly hiba, akkor hagyni fogják az ukránokat, hogy amúgy a legfelkészültebb csapataikat elégessék egy ilyen katlanba. Érdekesen alakul a helyzet, most tartunk egy rövid szünetet, azután azzal folytatjuk, hogy Kijev csak akkor kap pénzt Ukrajna újjáépítésére, ha az amerikai befektetők hozzáférhetnek az ország mezőgazdasági, technológiai és védelmi szektorához. Tartsanak velünk a szünet után is!
Folytatódik a Láncreakció adása Vukics Ferenccel és Mijálovics Zoltánnal. Lássuk, hogy mit gondolnak az amerikaiak a Kurszki hadműveletről. Washington nem tudja, mi történik pontosan Kursknál, de ez nem változtat semmin, derült ki az amerikai vezetés nyilatkozataiból. Pénteken a Fehérház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója közölte, hogy az orosz területen végrehajtott ukrán hadművelettel kapcsolatban az amerikai kormányzat képviselői már nem tárgyalnak az ukrán féllel annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak az ukrán szándékokról és arról, hogy mi zajlik pontosan. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy használták-e az amerikai fegyvereket a Kurszki műveletekben, de hozzátette, hogy az egyeztetések erről is szólnak. Péter Stano, az Európai Bizottság külpolitikai szóvivője a Kursz megyei eseményekre reagálva kijelentette, hogy Ukrajnának joga van megvédeni magát, és csapást mérhet Oroszország területére. Washington álláspontja nagyon érdekes. Nem tudtak semmiről, nem tudják pontosan, hogy mi történik. Beszélnek az ukránokról, de az ukrán szándékokról sincs pontos információjuk, és biztosak abban, hogy amerikai fegyverek nem használtak az ukránok ebben a támadásban. Én ezt nem tudom elhinni, ezt az egészet. Hát ugye a legutóbb a fegyverek használatával kapcsolatos könnyítések, amelyek az amerikaiak által megtörténtek, azok arról szóltak, hogy azon orosz területek ellen lehet amerikai fegyvereket használni, ahonnan Ukrajnát támadják. Ugye ebben az esetben, mint az előbb beszéltem róla, szintén ugyanerre a dologra hivatkoznak a szakértők, hogy azt a tehát ennek a kritériumnak a mostani helyzet teljes mértékben megfelel. De menjünk végig szerintem a lehetőségeken. Mi van akkor, amikor tényleg nem tudtak róla? Ez azt jelenti, hogy az ukránok a saját szakállukra döntöttek valamiről, és igazából a szövetségesükkel nem egyeztetve megpróbálják őket belevonni a háborúban még mélyebben, mint ahogy korábban. Vagyis, hogy egy kicsit van ilyen, amikor a szövetségesek, a támogatott szövetséges egy kicsit túlértelmezi saját maga geopolitikai jelentőségét, és az is elképzelhető, hogy az elkövetkező időben, hogyha tényleg ilyen nagy a baj, mint amiről beszéltünk, hogy egyfajta utolsó hattyúdal, tényleg egyfajta hazárdjáték zajlik Kijevben, akkor elképzelhető az is, hogy nehéz helyzetbe hozzák az amerikaiakat azzal, megpróbálják nehéz kész tények elé próbálják őket állítani, hogy megtörténik egy akció, és akkor azt majd valahogyan le kell reagálni az amerikaiaknak. És az is előfordulhat, hogy mondjuk a korábbi eseményekkel kapcsolatban, amiket csak az ukránok tudnak információkat, abból is elkezdenek kiszivárogtatni dolgokat annak érdekében, hogy nehéz vagy helyzet elé állítsák az amerikai kormányzatot, vagy kész tények elé állítsák. Ez az egyik lehetőség, ez ami nagyon veszélyes, mert az azt jelenti, hogy az amerikaiak, hogyha erről nem tudtak, akkor sok minden másról még nem tudnak, vagyis, hogy egy kétségbe esett kijevi kormányzat mire hajlandó az elkövetkező időben annak érdekében, milyen eszkalációs szinteket hajlandó bevállalni annak érdekében, hogy valahogy menteni próbálja saját magát. Mi történik akkor, hogyha tudtak? Ugye sokan azt mondják, hogy a tervezésben, meg a végrehajtásban az amerikai felderítési adatokra feltétlenül szükség volt annak érdekében, hogy a réseket igazából meg tudják találni, és nagyon fontos szerepet játszhattak esetleg, ugye vannak olyan amerikai szakértők, akik szerint ezt amúgy amerikai támogatás vagy szervezés háttér nélkül igazából nem lehetett megvalósítani. Megint csak érdekes amúgy a támadó csoportosításnak az összetétele, amiben azt látjuk, hogy vegyesen alkalmazott fegyverrendszerek vannak, ugye nagyon sok amerikai fegyver is, de amúgy nagyon régi, még szovjet időszakból maradt harceszközök is megtalálhatók, és maga vegyes a csoportosításnak az összetétele, mert tényleg, hogy ahogy beszéltünk, grúzoktól elkezdve amerikaiakon át az angol önkéntesekig mindenki jelen volt itt a támadásnak a végrehajtása során, vagyis úgy tűnik, hogy tényleg Kijev a legjobban felkészült erőitből próbált egy olyan csoportosítást létrehozni, amelyik ezt a feladatot nagy nehezen végre tudta hajtani. A távolságtartás azért látszik, igazából szerintem ők is kivárásra, mert az amerikai kormányzat részéről nem tudják, hogy ez a hazárdjáték a végén hogyan fog végződni. És ebben ők nem akarnak felelősséget vállalni. És amire még én felhívnám a figyelmet, hogy szerintem, amikor arról beszélünk, hogy Amerika így akarja, a németek így akarják, az oroszok így akarják, az ukránok úgy akarják, akkor valami nagyon homogén szerkezetű dologról próbálunk mindig beszélni az adott kormányzatok kapcsán, miközben tudjuk, hogy különböző erővonalak azért itt törésvonalak vannak itt a
politikai szándékok mentén, és ezek a szereplők Kijevben is, Moszkvában is, Washingtonban is, vagy Brüsszelben is egymás ellen is folyamatosan dolgoznak. Tehát előfordulhat, hogy van olyan szereplő, aki kiállhat az amerikai kormányzatban, és nyugodt szívvel mondhatja, hogy ő erről nem tudott semmit, miközben vannak olyan szereplők esetlegesen, akik azt mondják, akik meg kicsit mosolyognak a bajszuk alatt, hogy hát persze, hogy nem tudtál róla, mert nem volt szándékunk, hogy valamilyen szinten tudjál róla. Igen, te valóban összetett az amerikai hatalomnak a szerkezete, több rétegű dolog. Európában egyszerűbb a helyzet, ugye a németeknél Markus Faber, a Német Parlament Védelmi Bizottságának a vezetője, ugye a Szabad Demokrata Párt képviselője, ő azt mondja, hogy törvényes ez a művélet. Igen, itt a német reakciók azok mindenképp érdekesek, hiszen az Európai Unió egyik vezető hatalmáról beszélünk Németország esetében, aki a kezdetektől fogva kiállt egyöntetően Ukrajna mellett, az ukrán győzelem mellett, így fel is sorakoztak az egész kormánnyal együtt. Viszont én nem gondolom, hogy akit te is említettél, hogy az ő álláspontjának olyan hűde nagy jelentőséget kellene tulajdonítani, hiszen nem egy komoly kormányzati pozícióban lévő személy szólalt meg, nem mondjuk Olaf Scholz szólalt meg, nem mondjuk a külügyminiszter szólalt meg, szóval itt azért óvatosan bánnék a... Nem cáfolták, tehát hogy... Nem cáfolták, igen, nem cáfolták, csak szerintem ebben a tekintetben vagy a védelmi miniszter, vagy a külügyminiszter, vagy a kancellár megszólalásai tudnak mérvadóak lenni. Ugye itt a britek kicsit már visszafogottabban értékeltek a németekhez képest. Ők ugye tisztán hazárdjátéknak nevezték az ukránoknak a Kurszki akcióját, és ugye kilátásba helyezték, hogy ha esetleg rosszul sül el az ukránok akciója, akkor a vezetés úgymond bánhatja hazai szinten mindenképpen ezt a Kurszki történetet, és itt az amerikaiakra annyiból visszacsatolnék, hogy nem véletlen, hogy az Egyesült Államok nem köteleződött el úgymond az akció ellen vagy mellett. Most itt azt a történetet kihagynám, hogy most tudtak-e róla, vagy nem tudtak róla. Hivatalosan azt mondták, hogy nem tudtak az eseményekről. Szerintem az Egyesült Államok inkább kivárja, itt ahogy az előbb is elhangzott, hogy sül ez az úgymond hazárjáték az ukránok részéről. Kinek milyen érdekei vannak? Például látjuk, hogy a brit álláspont, mint általában erősebb, tartalmasabb, mint az amerikai álláspont, sőt Amerikában most kampány van, és azért azt lehet mondani, hogy nagyon nem kell nekik egy ilyen súlyos eszkaláció november előtt van. Hát ugye ugye legtöbbször én például amerikai forrásokból szoktam tájékozódni az adott események kapcsán, és olyan furcsa, hogy itt a Kurszki akció kapcsán sokkal kevesebb hír jelent meg, mint amennyi elvárható lenne. Döntő részében az Egyesült Államok önmagával foglalkozik most jelen pillanatban. Ezek a fontosabb kérdések, hogy vajon mit mondott Trump, hogy akkor például, hogy ellopták-e az egyik programpontját Kamala Harris, vagy nem lopta el a programpontját valójában, hova is tart a például, hogy a BRICS-nek esetleg nem sokára a fizetőeszköze lesz. Tehát, hogy ezek a fő problémák és a programok, és sokkal kevesebb információ jelenik meg például a Kurszki események kapcsán, tehát egyértelmű, hogy az Egyesült Államok egy kicsit máshova összpontosít, és ezért is fordulhat elő, hogy egy kicsit lehet, hogy sokkal szabadabb kezük van az ukránoknak a korábbi állapotokhoz képest, tehát hogy nincs akkora figyelem rajtuk. Ugye korábban hallottunk róla, hogy voltak olyan akciók, amiket végül az amerikaiak állítottak le, olyan eszkalációs lépések, amiket utána az oroszokkal egyeztetve a végén ők voltak, akik leállították, hogy akkor a kijevi kormányzat ide már ugyan nem jusson. Nem tudjuk teljesen pontosan, de kiszivárgott az, hogy voltak ilyen események, amelyek kapcsán az oroszok és az amerikaiak közvetlenül egyeztettek egymás között. Az oroszok jelezték, hogy szerint milyen típusú eszkalációról van szó. Ugye itt volt olyan, ami például a haditengerészeti ünnepnapon zajló merényletkísérletnek, annak a megtámadásáról szólt, hogy az orosz haditengerészet napján
alapján támadást terveztek, és akkor tudjuk, hogy az Egyesült Államok közbelépett, hogy ez ne történhessen meg. Most úgy látjuk, hogy az amerikaiaknak tényleg nem kell még egy komolyabb probléma, vagy valamilyen baj, miközben azt látjuk, hogy a többi szereplő meg van szinte vadulva attól az időponttól, hogy novemberben választások lesznek, és valamilyen szintű eredményt szeretne felmutatni addig az eseményig. Maradt egy témák, nézzük meg, hogy kinek milyen érdeke van Ukrajna újjáépítési folyamatában. Kijev csak akkor kap pénzt Ukrajna újjáépítésére, az amerikai befektetők hozzáférhetnek az ország mezőgazdasági, technológiai és védelmi szektorához. Ezt a kijelentést Max Primorák, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének korábbi operatív igazgatója tette, a Wall Street Journalben megjelent cikkében. Primorák hangsúlyozta, hogy a háború sújtotta nemzet újjáépítéséhez jelentős magánbefektetésekre és átfogó gazdasági reformokra lesz szükség. Primorák szerint az amerikai adófizetők érthető módon vanakodnak vállalni a pénzügyi terheket, tekintettel arra, hogy az USA már mintegy 175 milliárd dollárnyi katonai segélyt utalt ki Ukrajnának. Ebben a számban pedig még nincs benne az amerikai és európai kötvénytulajdonosokkal szembeni több milliárdos ukrán adósság. Kijev az adósságtörlesztés halasztását kérte augusztus elején, mert nem tudott fizetni. A Világbank jelentése szerint a következő évtizedben 486 milliárd dollárra lesz szükség Ukrajna helyreállításához, ami több mint kétszerese az ország háború előtti gazdasági méretének. Akkora összegekről van szó, hogy mintha valami fikcióban élnénk, pedig ez a realitás. Sőt, nagyon egyértelmű érdekek fűződnek ez a kérdéshez. Az amerikai befektetők azt mondja, hozzá akarnak férni bizonyos kincsekhez, és csak abban az esetben képesek, hajlandóak finanszírozni Ukrajna újjáépítését. A lezredes úr, mi a véleménye erről? Hát az ingyen ebédnek vége van, az úgy látszik, hogy ezt sokszor hallhattuk akár a britek kapcsán, vagy a többiek kapcsán is, és mindenki Trumpot hibáztatja, hogy ő neki jelent meg ez a véleménye, ez a piaci alapú, üzletemberi alapú megközelítés, hogy mindenkinek fizetnie kell valamilyen szinten a saját maga védelméért. Tehát itt ezek a befektetők most egy kicsit elbizonytalanodtak, hogy vajon mi lesz. Elsősorban különben azt szeretnék, hogyha az Európai Unió valamifajta biztosítékot nyújtana avval kapcsolatosan, hogy ha ők befektetnek Ukrajnába, akkor lesz, aki majd kifizeti ezeknek a befektetéseknek a kamatait majd. És ugye ezt már látjuk a jeleket, hiszen látszik, hogy az Európai Unióban arra törekednek, hogy intézményesítsék Ukrajnának a folyamatos támogatását. Tehát, hogy az bekerüljön valami fajta költségvetési tényező legyen, és mindenképpen ez folyamatossá váljon. És sokan azt mondják, vannak olyan szereplők is, akik azt mondják, hogy inkább a háborút finanszírozzák, mert az kevesebbe kerül, mint Ukrajnának az újjáépítését, ami hirtelen egy hatalmas nagy összegként jelenne meg valakinek a költségvetésében. És amikor itt az előbb említett összegekről beszélünk, az ukránok nem úgy gondolják, hogy ezt mondjuk 500 milliárdból meg lehet oldani. Tehát ők ennél jóval nagyobb pénzekről beszéltek, már több mint másfél évvel ezelőtt is 700 milliárdról beszéltek, és azóta ez az ország csak tovább pusztult, csak több kárt szenvedett el, mint anyagi, mint emberi erőforrásaiban. De egy tény, hogy azok, akik ezután szerepel, akik majd segítenének, ugye volt egy 10 napos határidő, amikor még Ukrajna még mindenféle károk nélkül fizethetett volna, de természetesen miután nincs miből fizetnie, ezért nem tudott semmit fizetni. A befektetők úgy érzik, hogy akár az amerikai elnökválasztásoknak az eredménye, akár a front események, akár az Európai Uniónak a teljesítőképessége, annak a gazdaságának a teljesítőképessége problémákat okozhat azzal kapcsolatban, hogy mi legyen. Akkor pedig, ha ez problémákat okoz, akkor a végső biztosíték magának, Ukrajnának kell, hogy legyen. Tehát az ott lévő energiaforrások, erőforrások és az ott lévő piaci lehetőségek, akkor viszont oda kell adni mindent. De esetre augusztus elején az ukránok azt közölték, hogy nem tudják elkezdeni törleszteni az adósságokat, és
Azt állítják, hogy ez október 1-től történhet meg, vagy kezdődött el ez a törlesztés, de hát mi változhat október 1-ig? Ennél csak rosszabb lehet a helyzet. Tehát ezt nem tudják elkezdeni törleszteni, vagy Zoltán, hogyan megy? Egyelőre én is hasonlóan látom. Nem látom, hogy októberben mi lenne az a jelentős fordulat Ukrajna esetében, amivel el tudnák kezdeni magát a törlesztést. Itt a Wall Street Journalon megjelent véleménycikk egyébként nagyon érdekes az újjáépítés szempontjából. Itt, ahogy hallható, itt valami bődületes összegekről van szó, és ez, ahogy egyre tovább tart, húzódik a háború, ez valószínűleg egyre magasabb lesz, és nyilván itt adódik a kérdés, hogy Ukrajnát, ha valamikor is vége lesz a háború, azért újra kell építeni, mivel önmagát nem fogja tudni újra építeni, hogyha már a hiteleket se tudja törleszteni. És itt adódik a kérdés, hogy milyen opció van az újjáépítésre, vagy Európa, vagy az Egyesült Államok, vagy esetleg mindkettő beleszáll az újjáépítésébe. Nyilván ezt önmaguktól az amerikai és az európai adófizetéktől nem lehet elvárni, hogy erre önszántunkból bólincsanak, ezért jelentek meg az amerikai befektetők. Igazából itt valamit valamiért alap jelenik meg. Nyilván itt az amerikai befektetők szeretnék, ha bebocsátást nyernének az újjáépítésért cserébe a különböző stratégiai jelentőség szektorokban, védelmi szektor, ipari szektor, és itt lényegében az a tét, hogy a háború után Ukrajna mennyire kerül az amerikai befektetők által befolyásoltnak, és esetleg Ukrajna egy része mennyire kerül esetleg orosz vagy kínai befolyás alá. Hangsúlyozzuk azért, hogy már olyan kritikus a helyzet, hogy nem is biztos, hogy a következő hetekben az ukrán állam ki tudja fizetni például a katonákat a fizetésre. Tehát amikor itt államadósságról beszélünk, nem egy általános kontextusban van, hanem gyakorlatilag az összeomlás szélén van minden, ha jól értem, nem? Eszembe jut az Atlantida című film, vagy Atlantis című film, amit 2017-ben készítettek az ukránok, és az egy valamikori jövőbeli orosz-ukrán háborúról szólt, tehát megjósolta a mostani orosz-ukrán háborút, ha jól emlékszem, 2025-ben játszódik a film, aminek a végén egy lepusztult, romokban álló Ukrajnáról van szó, ahol az emberek, akik megmaradtak, azok kénytelenek a exhumált holttestek és a fűtés nélküli házaknak a viszonyrendszerében tölteni a mindennapjaikat, és ugye ott az a főszereplőnek az egyik legjobb barátja, a végén ugye beleveti magát az öntőműhelyben, beleveti magát az izó kemencébe, méghozzá azért, mert hogy kilátástalannak látja az életét, és úgy mutatja akkor is be a film, hogy külföldi befektetőknek dolgozik szinte már mindenki, minden erőforrást valakik birtokolnak, annak érdek, mivel hogy ők segítették, meg támogatták annak idején ezt, és érdekes összhangokat lehet találni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy filmrendezői jövőbe látó képesség az vajon meddig mutathat el. Az tény és való, hogy óriási lehetőség is gazdaságilag egy országnak az újjáépítése, hiszen az egy nagy lökést adhat az építetőknek is, meg annak az országnak, amelyeket éppen fel akarnak építeni. Egy nagy kérdés van az, hogy közben történik-e a világban egyéb folyamatok, zajlanak-e. És jelen pillanatban azt látjuk, hogy bár például az amerikai gazdaság sokkal jobban áll, mint az európai, de súlyos problémák vannak itt, például az ingatlanoknak úgy tűnik, hogy ott is egy újabb ingatlan lufi kerekedik. Nem tudjuk, hogy milyen gazdasági helyzetbe kerül az Egyesült Államok. Európa úgy tűnik, hogy folyamatosan nagyon ügyesen veri magát lefelé. Vannak olyan elemzők, akik szerint például az öngyilkosságnak a tipikus példája az, amit a német kormányzat követel. Tehát nehéz elképzelni azt, hogy a végén majd hirtelen egy varázsütésre óriási mennyiségű pénzeszközöket elő tud varázsolni a egyre inkább nagyobb gondokkal foglalkozó küszködő nyugat a saját zsebéből, ahhoz, hogy mondjuk ezt finanszírozni tudja.
a lezredes úr. Órákig tudnám hallgatni szavait, de sajnos most műsorunk véget ért. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, köszönjük az elemzést, a kedves nézőknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, felelős szerkesztő Nádori Teodora nevében is, és ne felejtsék, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, melyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. A viszontlátásra, a viszonthallásra.